A január 1-i koncertet követően teljes sötétségbe borult a Vörösmarty Színház nézőtere egészen tavaszig. A zárvatartás célja, hogy ezzel is csökkentsék a költségeket, és az alapellátást biztosító intézmények zavartalanul működhessenek a városban tovább. A színházban elkezdték a téliesítést, vagyis minden olyan műszaki berendezést leállítanak a szakemberek, amelyek jelenleg nem szükségesek. A lámpák se világítanak, visszavettük még a... Egyedül a biztonsági fények maradnak például ezen a területen, az is programozva, amikor a kint már sötétedik, hogy a kamerák tudjanak működni. Nem jutottunk el a lekapcsolással, de itt is jóval kevesebb fény lesz majd. A hétvégére már várhatóan teljes lesz a leállás. Bécsi Attila azt mondja, a színháznak vannak olyan területei, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek, hogy az ott lévő jelmezek, berendezések ne károsodjanak ez idő alatt. A teljes körű takarítás mellett számos munkálatot is január-februárban végeznek majd el az épületben. Karácsony előtt tönkre ment a padlófűtésünk. Csőtörés van benne, le kellett zárni. Hát ennek a javítását akarjuk elkezdeni. Nem lesz egy kis munka. Itt csak légbefúvással tudtunk hőmérsékletet biztosítani a nézőknek, ami iszonyú energiát elvisz. Tehát ezeket a dolgokat próbáljuk hogy egyensúlyba hozni, mert megvan határozva, hogy mennyi energiát fogyaszthatunk. A teátrumban márciustól várják újra a közönséget, az elmaradt előadásokat pedig a melegebb hónapokban pótolják majd.